fejezd be most, vagy hívom a rendőröket. Én azt nem tenném. Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban, amiben elhoztam nektek ismételten egy horror sztorit, amit üzenetek formájában láthatunk. Remélem, hogy jól telt a napotok, ugyanis lehetséges, hogy ebben a sztoriban szereplő embereknek talán életük legrosszabb napjukat láthatjuk, sőt, az is lehet, hogy az utolsót, mint az előző részben. Na de akkor nézzük is meg. Egyébként előre is mindenkinek szép álmokat szeretnék kívánni, és ne érezzétek úgy, hogy az ablakotokon keresztül figyel valaki titeket. Jaj, de gonosz vagyok, most hányan fognak ez miatt félni? Ó, hello! Puszit küldött nekem, enyém! Stoppolom, srácok, bocsi! Lefoglaltam! És tudod, a barátjának küldte volna. Na de komolyságot! Ashley-nek küldte ezt a képet, hogy új Tinder kép. Aha, szóval tinderezik a leányzó, és nincsen barátja. Menjünk tovább! Mit gondolsz róla? Azt a mindenit, tüzes vagy, csajszi! Hogy lehet szingli? Időközben írt neki Gio, hogy szia, itt vagy? Úristen! Gio most küldött nekem egy üzenetet. Lehet a Gio igazából az ő crush-a lesz, ki tudja. Így, nehogy visszaíri neki. Menjen a fenébe! Ez a, hát, hogy is fogalmazzunk szépen. Rendes fiú! Eddig szellemként tekintett a lányra, mintha nem is létezne, de most pedig rájött, és a lány most nagyon örül ugye neki. És akkor itt viccelődnek egymás között, fiúkról beszélgetnek, most pedig írja a lány, hogy menni fog aludni, szép álmokat, neked is. Aha, menni fog aludni, mi? Csak azért is vissza fog érni a Giónak. Tudom, hogy elrontottam. De szükségem van a segítségedre. Ez a para zene a háttérben kellemes. Igen, elrontottad, és te egy padlizsám vagy. Fogalmazzunk családbarátan, tudod? És nem tudok neked segíteni ebben, bármi is legyen az. Nagyon nagy bajban vagyok. Nem érdekel, hogy bajban vagy. Halál komolyan mondom. Szükségem van rád, hogy megtegyél nekem valamit. Miért? És meg fogom neked ígérni, hogy magadra hagylak, és már nem foglak téged zaklatni. Micsodát? Szükségem van rá, hogy a 1031-es számra, fú, mintha valamilyen emeldíjas reklám tudsz lenne, küld üzenetbe azt, hogy szia! Mi a fene? Nem. Nem fogok bedőlni ennek az átverésnek, azt írja lány. Szerintem ez valami elátkozott téma lesz, amit csak úgy tudsz leszedni magadról, ha átteszed másra, és most ez a csávónak az ilyen rejtett szándéka. És van egy olyan érzésem, hogy a csaj az be fog dőlni neki. Írja a csáv, hogy nem, ez nem átverés. Légy szíves. Nem tudom, Gio, eléggé utálak téged. Csak küldj egy üzenetet erre a számra, kifutok az időből. Szóval az úriembernek már csak percei vannak hátra. Az életem veszélyben van. Írja a lány a kérdőjeleket nagyba. Kérlek, küldd el azt az üzenetet arra a telefonszámra. Rendben, furcsaság. Jaj, előre sajnálom a lányt. Be is írja a telefonszámot, és elküldte, hogy szia. Majd pedig ír a csávónak, hogy kész van. Az életed megmentve. Írja a csávó örömében, hogy te vagy a legjobb, nagyon köszönöm. És sajnálom. Gondoltam, hogy lesz itt valami csavar, és a lány ennyivel nem fogja megúszni. Aha, most pedig te sajnálod? A csaj most elkezd drámázni a csávóval, de jó. Nem akartam veled ezt tenni. Mit csinálni? Írt az a szám, amire írt, és tudja már a lánynak a nevét. Ki vagy? Jobb, ha nem tudod. Ki a pokol vagy? Te vagy az, Gio? Tetszik a fekete felsőd. Mi a fene? Gio, tudom, hogy te vagy az. Egyedül a fekete felsős képet Ashley-nek az egyik barátnőjének küldt el, aki már elment aludni. Fejezd be ezt az egészet.
Hallod? Ez az a kép, amit a barátnőjének küldött. És akkor itt kis ideig meg van lepődve a csaj, nem írt semmit. Honnan szerezted meg ezt a fotót? Gio? Ashley? Egyikőjük sem vagyok. Hagyj engem békén. Megfogja és letiltja azt a telefonszámot, azaz. Így kell ezekkel bánni. Hagyj! Letiltotta a telefonszámot, majd még ír neki. Bú! Látlak téged. Hú, mintha valami rossz rémálom lenne ez az egész amúgy. Hallod? Elküldött a csajnak a csajról egy olyan képet, amin a szeme így össze van varva. De hol csinálta ezt a képet róla? Vagy meghekkelt a telefonját és látja a kameráját? Fejezd be most, vagy hívom a rendőröket. Én azt nem tenném. Láthatjuk megint a csajt. Úgyhogy a háttérben ott van már valaki. Annyira megnézném most, hogy a lánnyal mi történik, nem csak a telefonját. Kérlek, állíts le ezt az egészet. Ha ez az egész túl sok lesz, írj valakinek, ahogy a csávó tette, hogy ez az egész átszálljon más emberre. Hú, de hangos, betárcsázta 911-et. A hívás sikertelen. A 911 nem működik. Írja a bizonyos emberünk, hogy szép próbálkozás. Valami baj van a telefonommal. Haver, van egy olyan érzés, hogy mindent lát az az adott ember, amit csinálsz a telefonodon. És hiába próbál segítséget kérni. Valaki van a házamban. Nem szeretnéd, hogy meghalljon a telefonod. Ez csak bluff. Aha, bluff mi? 5%-on van a lánynak a telefonja, úgyhogy eddig 100%-on volt. Most direkt visszatekertem, nézzétek az aksit. Hopp! Nagyon komoly ez a sztori. Kérlek, fejezd be ezt az egészet, nagyon meg vagyok ijedve. Megmondtam neked. Nagyon szépen nézel ki, amikor sírsz. És küld a lányról egy képet. Teljesen benne van a telefonjában. És kapunk még egy hangüzenetet is. Oh my god. Azt hittem először, hogy a sírását fogjuk hallani, de nem. Visszatekerek, hogy meghallgassuk még egyszer. Oh my god. Valaki az ablakán kopog. Az a valaki, akit már láttunk egy képen. Sőt, a telefonszám is az övé. Tűnj innen, a barátom itt van, és van fegyvere. Aha, szóval barátod van, biztos csak azért mondja, hogy megpróbálja megfélemlíteni az adott embert, de a videó elején meg tinderezett a lány. Szóval nincs igazából barátja, ez csak ilyen blöffölés. Megfogja. Csinál egy screenshotot a beszélgetésről, amiben leírta, hogy szingli a csaj. És elküldi neki, érted? A lány bebújt a gardróbjába, majd pedig írja neki, hogy ha elbújsz a gardróbba, még akkor is látni foglak. Csak csináld meg! Lépteket hallok! Ez az egyetlen esélyed. Ne azzal foglalkozz már, hogy miért tetted, mi történt, menjsd az életedet! Utolsó esély! Folytatódik, megfogja, és Ashleynek leírja ugyanezt, amit neki írtak, és az egész most Ashleyre fog rászállni, az ő barátnőjére. És ez egy ilyen ördögi kör, tudod? Szia, még mindig ébren vagy? Ja. Küldd el a Sziát a 10:31-re.
azt hiszi a csaj, hogy ez valami jó pasi, és azonnal vissza is írt, hogy el is küldi. És akkor ezzel le is zárult ez a történetünk, és folytatódik tovább ez az ördögi kör. Ez az egész, mintha nekem ismerős lett volna már valahonnan, szóval lehetséges, hogy erről van egy film, vagy rosszul emlékszek? Na mindegy, én amondó vagyok, hogy nézzünk meg még egy ilyen sztorit, amiben láthatunk egy anyukát, aki írt gondolom a gyerekének, hogy küldj egy üzenetet, amikor megkapod ezt. Valamiért az anyuka, mintha aggódna. De ne hívj fel engem. Biztos munkában van, csak az anyuka azért. Jake, hol vagy? Éppen sétálok hazafele a suliból. Ne! Merre fele vagy? Éppen most hagytam el a benzinkutat. Egy háztömnyire vagyok otthontól. Oké. Flegma, ne gyere haza! Miért? Hallgass rám, Jake. Nagyon gyorsan kell jönnöd. Anya, mégis mi folyik itt? Látod a kocsimat? Igen. Nyitva van, és van benne egy bőrönd. Látod a bőröndöt? Pénz van abban a bőröndben. Kezdődik megint. Kinek a kése ez? Akkor még van benne egy kés is. Hallgass rám, Jake. Ha bármi történne velem, fogd meg a pénzt, és fuss. Hát ez az anyuka eléggé zűrös ügyekben van benne. Anya, mi folyik itt? A mostoha apád megtalált minket. Csak nehogy ilyen családi dráma legyen itt. Ő azt akarja, hogy mindketten halottak legyünk. Sohasem láttam még őt ennyire rossznak. Hívd a rendőröket! Hívtam már. Úton vannak. A házunkban van? Igen. Azt hiszem, hogy a földszinten van. Ránk vár, hogy hazaérjünk. Hol vagy? Nem tudja, hogy otthon vagyok. Szóval ott van a sziopata, volt férje, egyházban vele. A házban vagy? Láttam, hogy ide jött kocsival, majd pedig elbújtam a fürdőszobába. Oda bezárkózol és meg fogsz menekülni, nyugodjunk meg. Miért nem figyeltél jobban? Azt láttátok ti is? Direkt az anyuka írta, hogy nehogy felhívj. Majd a gyerek véletlenül felhívta. Lehet most ölted meg a saját anyádat. Miért hívtál fel? Mi? Megmondtam neked, hogy ne. Anya, nyugi. Vágod, lehet meghallotta. És a gyerek még nyugtatja az anyját. Ó, ne. Hallotta, hogy csörgött. Ne. Megmondtam neked, hogy ne hívj fel. Ez csak egy baleset volt, elfelejtettem. Milyen trauma lehet amúgy valakinek átélni azt, hogyha rajta múlott az édesanyukája élete, mondjuk egy ilyenen. Hát hiába sajnálod, ha már nem lesz anyukád, haver. Mit csináljak? De te is. Ha már ezt tetted, akkor most fuss haza, és próbáld megmenteni anyud életét. Jön felfelé a lépcsőn. Tudja, hogy itt vagyok. És beszélgetnek tovább. Azt mondtad, pár háznyira vagy otthontól, fuss haza és mentsd meg anyukádat. Vagy érkezzenek ki már a rendőrök. Az én hibám. Édesem, bármi is történik, fogd meg a pénzt és fuss. Illetve ne okold saját magadat a halálomért. Ne, anya. Meg tudod védeni magad? Menj már oda, könyörgöm, és segíts neki. Van valami fegyvered? Csak az a kés, de a kocsiban hagytam. Nem végződhet ez az egész így. Ó, Jézusom! A fürdő előtt van. Tudja, hogy itt vagyok bent.
azt hiszi, hogy te is itt vagy, Jake. Futnod kell. Éppen az ajtót töri be. Édesem, nagyon szeretlek. Viszlát, Jake. Hallod? Azt hittem, hogy itt ilyen nagyon ijesztő cuccokat fogunk megnézni. Nem azt, hogy ilyen szívfacsaró dolgokat. Írt az anyuka. Hirtelen eltűntek a pöttyök, majd újra megjelentek. Szerintem ez jelent amúgy ott valamit. Várj, valami történik. Ott van! Most üvölt a fájdalomtól. Azt hiszem, hogy leesett. Valaki van itt. Hallom, hogy harcolnak. Várjál. A gyereknek a telefonját látjuk. A gyerek nem ír semmit. Mi van, ha a csávó odafutott haza, és éppen megmenti az anyját? Csak nehogy valami baj essen most meg neki. Jake. A gyerek otthon van. Hazament menteni az anyját. Látod, hogy mi történik? Anya, most már kijöhetsz. Hallod? Megmentette az anyját. Ott van. Bíztam benne, Jake. Biztos vagy benne? Biztonságos? Igen. Honnan tudod? Anya, ő meghalt. Mi történt? Anya. Igen, édesem. Ne legyen több kérdés, kérlek. Megyek és lezuhanyozok. Tele vagyok vérrel. Hát ez az utolsó egyszerűen brutális volt így lelkileg, és az a legkomolyabb, hogy amikor annón hallgattunk ilyen rendőrségi betelefonálásokat, amerikaiakat, akkor hallottunk hasonló esetről, szóval lehetséges, hogy ennek az egésznek van valóság alapja, és már nem egy ilyen történt meg. Nézzük a jó oldalát, szerencsére a mi életünkben ilyenek nem fordulnak elő. Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem tetted volna, mindenféleképpen nyomd be a csengőt. És akkor mindig értesülni fogsz a legeslegújabb videóimról. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy következő videómban, addig is szevasztok!